egymilliárdos lehet a kár, segítséget várnak a rozsai jégverés áldozatai, cserépre és tetőlécre van szükségük. Szent Lászlóra emlékeztek, az Árpád-házi király alakját Szabolcsban idézték fel vasárnap. Véget ért a Kisvárdai Fesztivál, a legjobb színházi szakembereket díjazták szombat este. Még a károkat mérik fel Rozsájon és környékén, ahol a múlt héten csaknem 1000 házat tett tönkre a jégverés. A kár elérheti az 1 milliárd forintot is. A Kölcsei Televízió híradóját látja, köszöntöm Önöket. Van olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 000 forintos a kár, de akad olyan épület, ahol már több millióba kerülhet a helyreállítás. A megrongált tetőket lefóliázták, most a károsultak és az önkormányzat a felajánlásokat várja. Leginkább tetőlécre és cserépre van szükségük. Egyedül maradt rozsái gólyafiókák. Az anyjuk vadászik, az apjuk a madárkórházban van, őt fejbe ütötte egy jégdarab. A múlt keddi vihar állatot, növényt, embert, ingatlant sem kímélt. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 13 településére viharos széllel érkezett a jégeső. Mételekem, hogy a kiskola igazgatott, pedig az iskolának a teteje, a födém rész az palából volt, tehát ott minden elment, báztak a tantermek. Nem tudom, hogy hogyan fogjuk kezdeni szeptember 1-én a tanévet. Ezek a felvételek múlt héten kedden készültek Rozsáj felett, szinte nem volt olyan ház, amely éppen maradt. 6 óra fele, már reggel korán 6 órakor jött az a nagy csúnya idő, laskára vert a kis házat, mindent. Laskára kertet, veteményeket, mindent. A katasztrófa védelem és az önkormányzat munkatársai, valamint az önkéntesek azonnal elkezdték a kárelhárítási feladatokat. Mára már valamennyi ház fóliázva van. A legnagyobb károk a palatetős házakon keletkeztek, a pala pedig veszélyes hulladéknak számít, így külön meg kell szervezni a palamaradványok elszállítását, és arra plusz pénzt kell majd biztosítani. Viszont az újabb cseréptetős házakat sem kímélte a vihar. A jég ezt a 2000-ben épült házat is elverte, a kár jelentős. Közel a 2 millióhoz van, alsó hangon is. És hát a segítségben legelőször is a katasztrófavédelem, tűzoltóság, a helyi önkormányzat, mindenféle téren ők segítettek. Úgy anyagba, hiánypótlásba, vagy a beázás elhárításában, bármiben. Mi lesz most, ezután? Hát, próbálunk talpra állni ennyi. Sajnos. Petrohai Lajos egy pár jégdarabot is eltett a fagyasztóba, múlt héten Diónyinál is nagyobb jégdarabok tépázták a házakat Szatmárban. A rozsái épületek mintegy 80%-át, azaz 260 épületet érintett a vihar. A tulajdonosok a múlt héten már bejelentették a károkat, most az utolsó felmérések zajlanak, többek között ebben az irodában, ahol azt összegzik, hogy itt a településen, illetve a környező városokban, községekben összesen mekkora lesz a viharkár. Van olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 000 forintos a kár, de akad olyan épület, ahol már több milliós tételt jelent majd a helyreállítás. A jégeső a régi cseréptetős rozsái hivatalt sem került el, a padlástérben a megrongált tető alatt látszódik igazán a kár. A település polgármestere azt mondja, az embereknek szükségük van a segítségre, sokuknak nem volt ugyanis biztosítás a házon. Segíteni úgy lehet, hogy mindegyik önkormányzat egy rozsája és a saját honlapjára kirakta a bankszámlaszámát, tehát hogyha valaki pénzben tud egy kicsit segíteni, akkor azt is nagyon szívesen vesszük. Felajánlás tekintetében, hogyha valaki tud lécet, szeget, használt cserepet, akkor az pedig tökéletes lenne, hogy tudják az emberek átfedni a tetőt. A vasárnap esti vihar ugyan elkerülte a jégeső sújtotta részeket, ám 13 településen mintegy 12 000 ember maradt áram nélkül, többek között Nyírmadán, Gemzsén és Vásárosnaményban. Információink szerint délre valamennyi településen visszaállították a szolgáltatást. Bőkezően támogatta a kereszténységet, püspökséget alapított, szigorú törvényeket hozott, ezzel szilárdította meg Magyarországot Szent László király. Hangzott el a Lovak király emlékére rendezett ünnepségen Szabolcs községben. Ezen a településen zsinatot tartott Szent László 1092-ben. Itt alkotta meg első törvénykönyvét.
Történelmi zászlóforgatók bemutatójával vette kezdetét a Szent László napi ünnepség Szabolcs községben, a Mudrány kúria kertjében. A megnyitón Csegei László polgármester köszöntötte a vendégeket, majd egy bejelentést is tett. Mai naptól megváltozik a településnek az ünnepi naptára, és Szent László királyunk június 27-én való megünneplését visszaadjuk egyházi ünnepnek, hiszen a szentek ünneplése az egyházi kategória, és a civilek azok innentől kezdve a május 20-ai megyenapon az 1092-es zsinat évfordulóján fogják ünnepelni Szent László lovak királyunkat. A köszöntő után megnyitották Lajter Imre fotós és Somogyi Győző Kossuth díjas festő és grafikus művész Magyar Történelmi Zászlók című alkalmi tárlatát a kúriában. Somogyi Győző alkotásaihoz gyakran hat történeti eseményekből merít, hagyományos történelmi, népies stílus jellemzi. Ez a hármas kiállítás egyrésztről a grafikáinak a sorozata, a másik azok a rendezvények, amiken mi tevőlegesen, mint hagyományőrzők vonulunk, az ő zászló és az ő munkássága által rekonstruált viseletekben, egyenruhákban. És a harmadik pedig maga azok a zászlók, amiket nekünk ő maga készített. A vendégek ezután zenés középkori díszfelvonulással érkeztek Szent László király szobrához, ahol a résztvevők elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd bevonultak az 1092-es Szabolcsi zsinat és törvényhozó országgyűlés helyszínére. Minnai Győző országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, Szent László itt alapozta meg Magyarország belső rendjének megszilárdítását. Bőkezően támogatta a kereszténységet, püspökségeket alapított, szigorú törvényeket hozott, és a lényeg az volt, hogy betartatta ezeket a törvényeket úgy a főurakkal, mint a tyúktolvajokkal is. Tehát rendet teremtett az országban, és itt Szabolcsban nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy 1092-ben az első törvénykönyvét itt alkotta, meg a szabolcsi zsinatot itt tartotta, amelyben rendkívül szigorú törvények voltak, sőt egyházi törvényeket is hozott. Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke az emlékezés fontosságára hívta fel a figyelmet. Szent László egy olyan emblematikus figurája a megyének, amelyre mindenképpen emlékeznünk kell, és fenn kell tartanunk azt a hagyományt, amelyet ő teremtett számunkra, és amelyről híres lett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye. És ezért nagyon fontos az, hogy minden évben megünnepeljük Szent László ünnepét, és emlékezzünk rá. Szent László volt a magyar történelemben, aki a Szent Istváni életművet továbbvitte, megszilárdította a királyság hatalmát, és javította a közerkölcsöt. Lebukott az egyik megyei járási hivatal osztályvezetője, 100 ezer forintot fogadott el azért, hogy a földhivatali nyilvántartásból adatokat szolgáltasson. Lépre csalták, mert az adatot kérő a Nemzeti Védelmi Szolgálat tisztje volt. Tettéért akár 10 év börtönt is kaphat a köztisztviselő. Azt nem árulta el az ügyészség szóvivője, hogy melyik járási hivatalban dolgozott az osztályvezető. A Nemzeti Védelmi Szolgálat 2016 áprilisában megbízhatósági vizsgálatot folytatott a vádlottal szemben, aki ekkoriban az egyik járási hivatal földhivatali osztályát vezette. A tárgyaló tiszt azt kérte a vádlottól, hogy egy magánszemély összes ingatlanára vonatkozó adatokat adja át neki, cserébe pedig anyagi ellenszolgáltatást helyezett kilátásba a tárgyaló tiszt. A vádlott azonban nem kért pénzt, hanem azt kérte, hogy ő írhassa meg, mint ügyvéd az ingatlanokra vonatkozó adásvételi szerződéseket, ugyanis azt tervezte, hogy hamarosan ügyvédi praxist nyit. Ezt követően átmentek mindketten a vádlott irodájába, a vádlott a számítógépéről letöltötte a kért adatokat, majd átadta a tárgyalótisztnek, aki ezt 100 ezer forinttal honorálta, a vádlott a pénzt ekkor már elfogadta. Az ügyészség hivatali vesztegetés minősített esetével vádolja a volt osztályvezetőt, mely bűncselekménynek a büntetési tétele 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés. Kedden, szerdán és csütörtökön délelőtt 9 órától Nyíregyházán néhány percre megszólalnak a polgári védelmi szirénák. 30 másodpercig szólnak, majd 30 másodperc szünet után újabb 30 másodpercig szólnak. Azért szólaltatják meg a szirénákat, hogy megnézzék, megfelelően működnek-e. Senki ne ijedjen meg, mert semmilyen veszélyt nem jeleznek vele, írja közleményében a Nyíregyházi Városháza sajtófőnöke Parillák Gabriella. Befejeződött Kisvárdán a Magyar Színházak találkozója, a díjkioszton mi is ott voltunk. Erről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit.
A 12. helyen zárta a szezont a megyei első osztályban a tiszakanyári futballcsapat. Az együttes edzője, Koskovics György 5 év után távozott, a csapat pedig valószínűleg a megyei másodosztályban nevez majd. Küldtek egy nagy hajrát Rióba pénteken Kisvárdán. Az egyik magyar üzletlánc 4. alkalommal indította el mozgalmát. A lényege, hogy szalagokat írhatnak alá a szurkolók, amelyeket a magyar olimpikonok kivisznek magukkal a riói olimpiára. Nyolcadik alkalommal rendezték meg az országos gépészkovács találkozót a hétvégén Újfehértón. Az érdeklődők láthattak még működő 100 éves veterán traktorokat, stabil motorokat, illetve veterán motorkerékpárokat is. A gépek felvonulásával vette kezdetét a gépészkovács találkozó Újfehértón. Volt itt minden, ami a régmúltra emlékeztette az idősebbeket, a fiataloknak pedig betekintést nyújtott abba, nagyapáink milyen járművekkel dolgoztak hosszú évtizedekig a földeken. Ez például egy GS-35-ös traktor, ami 54 éves. Ezek régen a szántásra, talajmunkákra használták, ugye a háború után, hogy ezek a gépek építették fel az országot, ugye sokan nem tudják, ugye csak az idősebbek, hogy ezekkel, aki most indítani fogja, a Sanyi bácsi, ő éveket dolgozott ezzel, és ezzel mindenféle munkákra, szántás, beszállításokra, cséplőgépek hajtására, bármilyen feladatra lehetett használni őket. És mai napig üzemképesek, majd fogják is látni. Ezek pedig már stabil motorok az 1800-as évek végéről, az 1900-as évek elejéről működés közben. Ilyen gépek hajtották régen a mezőgazdasági eszközöket, ugyanazt a célt szolgálták, mint most a villanymotorok. A stabil motorokat Albertírsáról hozták, és azt is megtudtuk, hogyan lehetséges az, hogy még működőképesek. Megcsináltuk őket. Sok-sok üzemórával, nem a feleségeinket simogassuk, hanem ezeket a gépeket. Az országos gépészkovács találkozót immár 8. alkalommal rendezték meg Újfehértón. Ez egy lélekemelő pillanat, amikor egy olyan gépet bemutathatunk mi gyűjtők számunkra is, a közönségnek, illetve a közönségnek is. Tehát beszélgetni egy kicsit a régmúltról, a nagyapáink, akik ugye jellemzően mezőgazdaságból éltek, az ő mindennapjaikat megismertetni, látni azokat a gépeket, amelyeket ők használtak, és hát tulajdonképpen ebben a gyűjtő társadalomban egy küldetéstudat is van, hiszen a múzeumok önmagukban nyilván nem tudnak begyűjteni minden értékes darabot. A találkozón, amelyre az ország minden tájáról érkeztek gyűjtők, felújított veterán motorkerékpárokat és autókat is megcsodálhattak az érdeklődők. Szombaton zárult a Magyar Színházak 28. Kisvárdai Fesztiválja. A rendezvénysorozat 8 napja alatt 25 társulat 26 produkciót mutatott be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fődíját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Nyugalom című előadása kapta. Életműdíjat vehetett át Bocsárdi László, a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház igazgató rendezője, valamint Fabó Tibor, a komáromi Jókai Színház tagja. A fesztivál díjkiosztó ünnepségének résztvevőit köszöntötte Releszi Tibor, Kisvárda polgármestere, aki elmondta, a rendezvénysorozat az elmúlt évek alatt Kisvárda védjegyévé vált. Az idei fesztivál egyik helyszíne a Tiopos forrásból megújult művészetek háza volt, jövőre pedig a tervek szerint a várszínpad is újjászületik majd. Teljes felújítás volt, nyilázárótól kezdve a székek kicserélése, a színpadon lévő technikák kicserélése, és remélem, hogy tudunk tovább még lépni még. Ugyanilyen módon a várat is hozzá tudjuk kötni, és akkor a várnak is egy olyan színpadja lesz, ami még méltóbb lesz a fesztiválhoz. A Nemzeti Fejlesztési Miniszter által felajánlott díjat Sesták Miklós adta át. Az elismerésben a Beregszászi Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színház Nem élhetek muzsika szó nélkül című előadása részesült, míg az Emmy és a Kisvárdai Várszínház által a legígéretesebb tehetség számára alapított Teplánszky díjat a Fade Out című előadásért a marosvásárhelyi András Rólán társulat vehette át. A rendezői díjjal Zárdár Tagirovszkit ismerték el, és számos egyéni díjat is átadtak. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 művésznek adományozott életműdíjat. A fesztivál régi résztvevője Bocsárdi László a társulat nevében több elismerést is átvett. Szerinte a sikerüknek több oka is van. 2 titka van, az egyik az, hogy tehetségesek az emberek, és 2 nagyon sokat dolgoznak.
komolyan dolgoznak, komolyan veszik magukat. A fesztivál záró gálaműsorban a Fővárosi Nagy Cirkusz artista művészeinek produkcióit láthatta a közönség. Súlyos borda és medence sérüléseket szenvedett az a motoros, aki szombaton délelőtt csúszott el és egy kerítésnek csapkodott Káló Semjénben. A Hondát egy kerítés állította meg, a bukó sisakot egy oszlopra tették. A motoros szabályosan előzött egy teherautót, amikor a gépkocsi váratlanul balra fordult. A motoros megpróbálta elkerülni az ütközést, ezért félrerántotta a kormányt, de a patkán megcsúszott és először egy oszlopnak, majd a kerítésnek csapódott. A férfit kórházba szállították. Tizenkettedik helyen zárta a szezont a megyei első osztályban a tiszakanyári futballcsapat. Az együttes edzője, Koskovics György 5 év után távozott, a csapat pedig valószínűleg a megyei másodosztályban nevez majd. A korábbinál szerényebb költségvetéssel a biztos bennmaradást megcélozva vágott neki az elmúlt szezonnak a tiszakanyári labdarúgó csapat. Koskovics György edző a 6.-8. helyre várt együttesét. A kanyáriak a bajnokság első felében 17 pontot szereztek, amelyhez tavasszal 15-öt tettek hozzá. Végül 9 győzelemmel, 5 döntetlennel és 14 vereséggel a 12. helyen zárt a tiszakanyár, teljesítve a minimális elvárást. Én úgy gondolom, hogy az a 6.-8. hely elérhető lett volna, viszont nem sikerült a feladathoz mindenkinek felnőni, és nem sikerült olyan játékos találnom, aki meghatározó lett volna a csapat szempontjából. Ilyen kis iparos csapatunk volt, tettük a dolgunkat, ebből adódik az, hogy szinte azonos pontszámot értünk el az ősszel és a tavasszal is. Az edző szerint nőtt a színvonal a megyei első osztályban, köszönhetően annak, hogy jó néhány magasabb osztályt megjárt játékos is szerepel a csapatokban. Más megyéből is átszivárognak játékosok, és képzett, magasabb osztályból érkező játékosokról van szó, akik mindenféleképpen emelték a bajnokság színvonalát. Hát nem kell kiemelnem azt a nagy halász, de mindenki tudja, hogy milyen játékos állománnyal és kerettel dolgozhattak a tavasz folyamán, ez mindenféleképpen kihat a megye labdarúgására. Koskovics György 5 év után felállt a tiszakanyári kispadról és Mándokon folytatja tovább pályafutását. Bár hivatalosan csak a nevezési határidő lejárta, azaz július 1-e után derül ki, hogy a tiszakanyár melyik osztályban indul, a hírek szerint a megyei másodosztályban nevez majd a csapat. Küldtek egy nagy hajrát Rióba pénteken Kisvárdán. Az egyik magyar üzletlánc 4. alkalommal indította el a mozgalmát. A lényege, hogy szalagokat írhatnak alá szurkolók, amelyeket a magyar olimpikonok kivisztek magukkal a riói olimpiára. 2004, 2008 és 2012 után 4. alkalommal indította útjára egy magyar tulajdonban lévő üzletlánc az olimpiai roadshow-t, amelynek mottója küldjünk egy nagy hajrát Rióba. A magyar csapat gyémánt fokozatú támogatója a társadalmi szerepvállalás jegyében 20 olimpikon segítségével az országban 130 helyszínen biztosít lehetőséget arra, hogy a szurkolók üzeneteiket ráírhassák azokra a szalagokra, amelyek a magyar csapattal tartanak majd Brazíliába. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendezvénynek pénteken Kisvárda adott otthont. Úgy gondoljuk, hogy nagy tömeget mozgósítunk meg itt a hálózatban is, mivel hogy 32 000 dolgozója van a Kóprendszernek, 1,5 millió körülbelül a napi vásárlói létszám, így a vásárlók és a dolgozókból egész szép aláírás mennyiség jön össze, ami a buzdításhoz kell. A kisvárdai rendezvénynek a magyar színeket a pekingi 5. játékokon képviselő Horváth Viktor volt a vendége. A korábbi öttusázónak személyes tapasztalata is van arról, hogy mit jelent egy olimpián résztvevő sportoló számára az otthoniak támogatása. Minden ilyen buzdítás természetesen nagyon jó, pláne amikor az ember kimegy egy idegen országba, idegen közegbe, és ott hirtelen azért kicsit elszigetelődik, nem tudja annyira átérezni az otthont, de hát az olimpiai faluban ezek a erekék, amiket a szurkolóktól kaptunk, azokat minden nap belebotlunk, amikor az olimpiai faluba bemegyünk a házba, és ez igazából nagy erőt ad. Nyilván a helyi szurkolás is nagyon sokat segít, de mikor benn vagyunk az olimpiai faluba, akkor ezek az erekék támogatnak minket igazán. Jelen állás szerint közel 160 magyar sportoló lesz ott a riói játékokon. A pekingi olimpikon azt reméli, hogy jelentősen bővül majd a 168 aranyat, 148 ezüstöt és 170 bronzot tartalmazó magyar éremkollekció. Én nagyon bízom benne, hogy ami 4 évvel ezelőtt Londonban elindult, tehát beindult a szekér a gyengébb pekingi olimpia után, azt tudják tartani a magyar sportolók. London óta is nagyon sok jó eredmény született a különböző sportágakba.
nézhetjük akár az öttusát is, ugye idén a Kovács Sarolta is világbajnok lett, úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy egy hasonlóan sikeres magyar csapat fog hazajönni Londonból, illetve Rióból, mint ami Londonból jött, még ha esetleg nem is annyi aranyérrel, de hasonlóan sikeres szerepléssel. Kisvárdán több százan írták alá a szalagokat, amelyeket az ünnepélyes eskütételt követő olimpiai csapatgyűlésen vesz majd át a Rióba utazó magyar delegáció. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Még a károkat mérik fel Rozsájon és környékén, ahol a múlt héten csaknem 1000 házat tett tönkre a jégverés. A kár elérheti az 1 milliárd forintot is. Van olyan ház, ahol csak pár 10 vagy 100 ezer forintos a kár, de akad olyan épület, ahol már több millióba kerülhet a helyreállítás. A megrongált tetőket lefóliázták, most a károsultak és az önkormányzat a felajánlásokat várja. Leginkább tetőlécre és cserépre van szükségük. Bőkezően támogatta a kereszténységet, püspökséget alapított, szigorú törvényeket hozott, ezzel szilárdította meg Magyarországot Szent László király. Hangzott el a Lovak király emlékére rendezett ünnepségen Szabolcs községben. Ezen a településen zsinatot tartott Szent László 1092-ben, itt alkotta meg első törvénykönyvét. Szombaton zárult a Magyar Színházak 28. kisvárdai fesztiválja. A rendezvénysorozat 8 napja alatt 25 társulat 26 produkciót mutatott be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fődíját a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának Nyugalom című előadása kapta. Életműdíjat vehetett át Bocsárdi László, a Sepsiszentgyörgyi Tamás Járon Színház igazgató rendezője, valamint Fabó Tibor, a komáromi Jókai Színház tagja. A Kölcsei Televízió híradóját látták június 27-én hétfőn. Friss hírekkel kedd este is várjuk Önöket. Hírekért és videókért böngészszék honlapunkat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Kedden eleinte borongós, esős időre számíthatunk, majd délután a nap is kisüt. Csak kedd estére hagyja el térségünket a mai borongós, sokfelé zivataros időt okozó, hullámzó frontrendszer. Éjjel többnyire erősen felhős lesz az ég, többfelé várható zápor, zivatar. Az északnyugati szél több helyen megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Reggelre általában 17 fokig csökken a hőmérséklet. Kedden napközben eleinte erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Kezdetben még többfelé előfordulhat zápor, egy-egy zivatar, majd délutánra megszűnik a csapadék, csökken a felhőzet és a nap is kisüt. Az északi szél időnként megélénkül. Délutánra 24 fokig emelkedik a hőmérséklet. Hideg fronti hatás van térségünkben. 11 és 15 óra között erős UVB sugárzás várható, ezért ebben az időszakban nem ajánlott tartósan a napon tartózkodni. Szerdán már kevés felhő, sok napsütés, száraz idő várható. A hét második felében a napsütés mellett időnként megnövekszik a felhőzet, főleg pénteken, illetve vasárnap helyenként elered a záporeső, egy-egy zivatar is kialakulhat. Erősödik a nappali felmelegedés, a maximum hőmérséklet eléri majd a 30 fokot.